Dr. Teszlák Péter, az igen, sikerült. Igen. Amúgy az intézetünk nevét sokan nem tudják kimondani. Dr. Teszlák Péter, a Pécsi Tudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója. Nem csodálom, hogy nem. Nekem volt egy ilyen élmény, amikor a Magyarország legszebb birtokát a Hortobányi gémmegőző és non-profit, mit tudom én, blablabla, Gergőjék. És ki kellett hirdetni a szintén, hogy a tápiószere NGB-kel. Ők nyerték a Magyarország legszebb birtokát, és akkor basszus, nem jut eszembe. És jön a Magyarország legszebb birtoka díj, Hortobányira került, készen. Úgyhogy egy csomó átvágva. Na, de itt erre nincs lehetőség, úgyhogy akkor jöhet a szakmai életút. És mennyire előről, vagy itt, mint a mi a laudációban? Hogy mi az érdemes, tehát hogy általános iskolát nem érdemes említeni, én azt szoktam javasolni, hogy inkább a felsőfokú tudományok, PhD fokozat, kutatás, fejlesztés, projektekben való részvétel az, ami inkább a szakmai út, és hogy mivel mondtad, hogy oktatás is egy fontos része a társadalmi szerepvállalásnak, ezért én azt gondolom, vagy azt gondolnám naivan, hogy akár a K+F, illetve kutatási részről akár át is lehet kötni az oktatásra, hogyha témavezető vagy, akkor arra, és akkor ezt kibontani. Úgyhogy természetesen nem csak a felsőfokú edukáció szerepel a társadalmi szerepvállalás között, hanem a csemege jobbra. Igen. Sok volt. Jó, tehát én ezt javasolnám. Oké. A mezőgazdasággal kapcsolatos pályámat Kaposváron a Móricz Zsigmond mezőgazdasági szakközépiskolában kezdtem, általános állattenyésztőként, és itt érettségit szerezve később a Pécsi Tudományi Egyetemre kerültem, ahol egy 5 éves biológus képzésben vehettem részt. Ezt követően friss diplomásként jelenleg is a mostani munkahelyemen dolgozok, 2002 óta, és ezt követően... Bocsánat, itt volt egy kis zavar az erőben, tehát Valójában 96 óta, csak azt már nem is sokat túl bonyodalmas lett volna, mert 96-ban dolgoztam el ott egy évet, és még utána az egyetem után mentem vissza a kutatóintézethez, de ennek nagy lényege nincs. 2002-től, hogy a Szőlészeti Kutatóintézetben munkába álltam, ezt követően, a kutatóintézeti munkám során a szőlészeti fajta leírásokkal, fajta értékkutatással, illetve a fajtáknak a szárazságtűrő képességével foglalkoztam elsőként, és a PhD témám, a doktori témám is ezzel a témával, a kutatási témával volt kapcsolatos, amelyet a Szent István Egyetemen, a Gödöllőn végeztem, és a PhD-t követően már több olyan kutatási projektbe is bekapcsolódhattam, amelyek a szőlőfajtákkal, a szőlőfajták szárazságtűrő képességével, termesztés technológiai értékével kapcsolatosak. Mivel agrár innovációról beszélünk, milyen olyan esetlegesen innovatív kezdeményezés, kutatás, megvalósult kísérlet, stb. Szerintem most, igen, ugye Juhász Anikó irányújából jött a jelölés, és az meg kifejezetten nagy valószínűséggel a csemegeszőlő miatt volt. Tehát a kategóriámban a jelölés a csemegeszőlő nemesítéssel, illetve a csemegeszőlő témakörrel kapcsolatos, ahol a
az elmúlt két évben, illetve hát 2005-ig visszamenőleg, amikor is még privát csemegeszülő nemesítéssel amatőr szinten foglalkoztam, jelentős olyan biztató eredmények születtek, amelyek később az egyetemre is bekerülhettek, és most már második éve rendeztük meg az országos csemegeszőlő kiállítást és versenyt, amely rendezvény nagyon jól fémjelezte és mutatta azt, hogy mekkora érdeklődés van a csemegeszőlők iránt, mind a kiskertes termelők, illetve kis kertes gazdák, vagy kiskert tulajdonosok, mind a kiskert termelők, hát, nem is kis, igen. Mind a családi gazdaságok, vagy mind a záru termelő csemegeszőlők esetében. Jó, akkor vagy, picit onnantól indítsuk, hogy az elmúlt két év, és ezek a kiállítások megmutatták, hogy jelentős érdeklődés van akár a kiskerti termelők, akár az árutermelők körében, a csemegeszőlők és esetleg az új fajták iránt. Jó? Tehát, hogy egy ilyen tiszta mondat legyen, ebből bontsuk, hámozzuk ki. Jó. Mármint, hogy akkor a rendezvények, illetve hát valójában a rendezvények, igen. Megvannak ezek a rendezvények, és a rendezvényeken az derült ki számodra, hogy... Hát jó, még az is lehet, hogy félrevezető, mert az inkább csak így mutatták, de már ez már előtte, tehát a pont amiatt is szerveztem meg az elsőt, mert erre már nagyon nagy igény volt országos szinten is. Éppen azért kerültek megrendezésre. Nagy igény volt akár a kiskerti termelők, akár a nagylépi vágott termelők körében. Tehát a... is mondtad a... hogy megvannak ezek a csemegeszőlős rendezvények. És honnan kéne folytatni, hogy éppen azért megült fel a megrendezésüknek az ötlete, mert már korábban kiderült számomra, hogy akár kiskerti termelők, akár az árutermelők, nagybirtokok részéről is bőven felmerül az igény újfajták, új nemesítések, vagy termesztés technológiai újítások megismerésére. Tehát több évvel ezelőtt már érzékelhető volt a csemegeszőlők, illetve csemegeszőlő fajták iránti érdeklődésnek a növekedése, vagy csemegeszőlő iránti érdeklődésnek a növekedése, és ebből következett az, hogy illetve ez hívta életre most már a második évben megrendezésre kerülő országos csemegeszőlő kiállítást és versenyt, amely méltón fémjelzi a jelenlegi hazai csemegeszőlő helyzetet, illetve a csemegeszőlő fajták iránti fokozott érdeklődést. Ezzel kapcsolatban kiemelkedő az intézet szerepe, mivel a kutatóintézet az idei évben 22 új nemesítésű rezisztens csemegeszőlő fajtának az állami minősítését kezdte el, állami minősítését jelentette be, nem, állami minősítésre bejelentett fajtákat hozott létre, vagy nem is hozott, hanem ezt úgy kéne megfogalmazni, hogy senkinek az sem bele, de igazából nincs egy jelentőséget. Tehát, hogy 22 olyan fajtát jelentett be a kutatóintézet állami minősítésre, amelyek a jövőre nézve biztató eredményeknek számítanak, illetve potenciálisan bővítik a fajta választékot. Csemegeszőlővel meg vagyunk azzal, hogy hol dolgozol, mit csinálsz. Kicsit kéne K plusz F, és kicsit kéne oktatás, és akkor már szabadon is engedlek. Olyan sok témában voltam benne, hogy nem tudom, hogy melyik az, amit érdemes kiemelni, de igazából most csak inkább én az intézet szempontjából lehet, hogy... Lehet, hogy egyiket sem érdemes kiemelni. Lehet, hogy azt kell mondani, hogy ami számottevően kiteszi az életemet, a szakmai életemet, az egyrészt a kutatásfejlesztést, másrészt az oktatás. A kutatásfejlesztésben ezt és ezt találom meg ilyen személy szerint, az oktatásban pedig ezt és ezt tudom adni, és ezt kapom vissza.
hogy mit adsz, mit kapsz vissza, azt neked kell tudni. Tehát én valahogy egy ilyen barokkosabb körmondatba foglalkozom össze a kettőt, nem érintve kifejezetten egy témát, mert akkor el fogsz veszni a témát. Igen. Ja, hát a napi munkámban alapvetően meghatározó jelentősége van a génbanki kutatásoknak, génbanki fejlesztésnek, génbanki kutatásnak és a szőlőnemesítésnek. Ez a két program az, ami a kutatóintézeten belül is a kutatásfejlesztési projektekkel nagy mértékben kapcsolódik. Nemzetközi konzorciumi pályázatoknak is részesei vagyunk, és nem tudom, hogy ezt mennyire, vagy ez bőven elég. Ha itt a vége, akkor pont a vége. Igen. Onnan kérlek mondani, hogy nemzetközi konzorciumi pályázatoknak is részesei vagyunk. Pont. Igen. Nagy nemzetközi konzorciumi pályázatoknak is részesei vagyunk. Okay. És a kutatóintézeti munkámon belül messze menőkig részt vállaltam a Pécsi Egyetemen belül folyó oktatási munkákban. A kutató munkám mellett a lehető legtöbb időmet a Pécsi Tudományi Egyetemen belüli oktatási feladataimmal. Ezt nem tudom, tudni elmondani. Sokat szeretnél összefoglalni. Tehát, hogy a túl sok a ragozás, túl sok egyszerűsítsd le, hogy csonkold le. Jó? Igen. Az intézeten belül a kutató munkám mellett oktatási feladatokat is ellátok természetesen. A Pécsi Tudományi Egyetemen belül szőlészborász BSC képzést, és ezt is azt mondtam, hogy viszünk, akkor már hazudok, mert ezt nem a kutatóintézet viszi, hanem természettudományi kar, de igazából mit csináljuk. Tehát így az a baj, hogy nem mondhatok olyat, ami utána keresztre feszítenek az egyetem. Igen. De még mindig túl sok az intézet, túl sok az a van. Tehát a kutató munkám mellett oktatással is foglalkozom. A Pécsi Tudomány Egyetemen a borászati és szőlőszeti képzésben veszünk részt, és itt én ezt és ezt csinálom. Ez most rólad szól, nem az intézet. Igen. Tehát a kutató munkám mellett részt veszek az oktatásban is, a Pécsi Tudományi Egyetemen, szőlészborászképzésben, illetve most már negyedik szemeszter óta egy nagyon népszerű tantárgy, kampuszkredittárgy keretében borkulturális ismereteket adunk át az egyetem 10 karán belül minden hallgató számára. Így erre a borkulturális ismeretek képzésre fél évente több mint 300 hallgató érdeklődik. Ebből is látjuk azt, hogy mind a szőlő, mind a bor iránt az érdeklődés az megvan, de fontos az, hogy a fiatalokhoz minél közelebb hozzuk a szőlőt és a bort. Köszönöm. Jó, köszönöm.